Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma a templomunkban. Mondjuk el az om nám mantrát hétszer közösen. köszönöm Anti nagyon jó hangulatú bevezetőjét. Közben nagyon sok minden eszembe jutott, és egy aprócska történettel szeretném egy kicsikét fűszerezni a ma esti zensalátát. Ugyanis akárhogy is néz ki ez kívülről, itt mindenki szolgálatot teljesít. És hogyha látod, hogy mit szolgálunk, sőt egyre jobban tapasztalod, hogy mit szolgálunk, akkor egyre inkább az úton jársz, és te magad válsz az úttá. Először érezheted azt, hogy elkopsz az úton, és akkor tényleg az énséged, a kéreg elkezd szépen engedni, akár kopással, töréssel, robbanással, átalakulással, de mégis változnunk kell. Egy olyan útról beszélek most, amely Siheder szerzetes koromban, olyan 1995 környékén történt. Én Koreában teljesen legálisan autót vezettem. És mivel nagyon sok idősebb szerzetesnek kellett így a segítség, Szungszán mesternek volt egy nagyon komoly darma testvérebb, Bjokamszonyimnak hívták, és nagyon sokat gyakoroltak együtt, aki már ismeri ezt a nevet, hogy Sinvonsza a templom, az volt Bjokámszonyim temploma, és a családunk, a nagy szanga, hát olyan 17 éven át, 83-tól úgy 2001-ig, minden téli 90 napos elvonulást Sinvonszában ült, egy Kierjongszán nevű nagy hegységben, amely a kóreiaknál pontosan olyan becsben és hírben áll, mint itt nálunk a Pilis. És egyszer az volt a feladatom, hogy Jokam a reptérről bevigyem a Szőuli templomba, Hagye Csak hogy képet alkoss arról, hogy ez milyen út, Szőulban 10 millió ember él. A reptér még a közelebbi is 60 kilométerre volt a templomtól. Amikor ez a jelenet játszódik, akkor reggel 6-tól este 11-ig csúcsforgalom volt az ilyen Hungária körútnak megfelelő utakon. És fiatal szerzetesünknek az volt a feladata, hogy a reptérről hozza be Jokám és Szungszán Szunyim segédjét, egy szerzetesnőt. És belülünk mindannyian az autóba, egy gyönyörű, nagy, fekete hyundai képzelj el, és semmiféle navigáció nincs, csak térkép és memória van, ismétlem 1995-öt írunk, elindulok Kimpo reptérről a már megszokott útvonalon, a Hán folyó mentén, és a 88-as, az olimpia évében keresztelt út, szépen megy, mint az alsó rakpart, csak olyan 30 kilométeren át. És utána szépen fölfelé, északfelé felé fordulsz, és egy kétszer négy sávoson, ugye, mész, 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 egy újabb 15 kilométert, és akkor már csak egy olyan 5-60 hátra, egy ilyen leforduló kiárat után, ez az ottani m 0 a megfelelője. És én iszonyatosan jól akartam csinálni, és korán fordultam le erről az útról, és képzeld azt el, hogy te az m 0 mondjuk szeretnél bejutni zuglóba, de már pécelnél lejöttél. És bent vagy a sűrűben. Bent vagy egy olyan külvárosban, amely önmagában szóulban fél Budapestnyi. És ott ül a tiszteletre méltó szerzetes és a szolgáló, és ők nyugodtan beszélgetnek koreaiul, én pedig üres anyósülés mellett izzadok. Szorongok, és tudtam, hogy eltévedtem ezek után az izzadásba belevegyült az, hogy nem tudok eleget kóriaiul ahhoz, hogy ezt elmondjam. És ha elmondanám, se különösebben segítene, mert amint azt a helyzetekből tudjátok, a véleményalkotásnak vagy az önreflexiónak ilyenkor nagyon hátrányos szerepe van. Ilyenkor te találd meg az utat, és elkezdtem a metróállomásokat nézni. Hát olyan átlag két-három kilométerenként volt egy, és lépésben haladtunk egy ilyen nagyon kemény belvárosinak tűnő, de egyébként külvárosban, és amikor ez az elképesztő izzadt vezetés már tartott egy olyan 15-20 perce, alig jutottunk előre, a mögöttem lévő gyöngéd koreai susmusolás átváltozott Csongsim Szunyim által egy szintén lágy, de angol nyelvű mondatba. Sunyim, gyokám Szunyim arra kér, hogy ne szorongj és ne izgulj, tudjuk, hogy eltévedtél. Mi most átülünk egy taxiba, elmegyünk Vagyeszába, és te nyugodtan a saját tempódban gyere haza. És ez gyakorlatilag a fiatal szerzetes minden addigi törekvését, hogy ezt a hibát palástolja, teljesen földig rombolta, ráadásul tökéletes együttérzéssel. És ők kiszálltak egy metró megállónál, ahol mindig is van taxi, és általam ismeretlen irányba távoztak, és kiderült, hogy akkor én megnyugodtam. Épp Gyokamszonyi pszichológiája és együttérzése tökéletes volt, mert én valójában neki akartam teljesíteni. És ez a teljesítmény kényszer, ez olyan szorongást, olyan hibákat és egyebeket hozott elő, amelyekről hát nem is tudtam, hogy én vagyok. És mihelyt kiszálltak, megnyugodott a pulzusom, szépen lélegeztem, és rájöttem, hogy akárki ülhet a hátsó ülésen, nekem akkor is szépen tájékozódva. A tereptárgyak és jelzések alapján egyszerűen vezetnem kell az autót. És fél órával később én is otthon voltam, és Csongsinyi szönyű nagyon kedvesen mondta, hogy ők hazaértek minden gond nélkül, és Bjokamszönyim nem nehezte el rád, és minden oké. Okay. Aki valaha Szöulban jár, járja be ezt a helyet a Wang Shimni és a Sangwangsimni városrészeket, ahol jelenleg már három metróvonal halad át, mert olyan népes, és gondoljon együttérzően arra az emberre, aki külföldiként ott navigáció nélkül eltéved. Ugyanis csak a főutakon van kétnyelvű tábla. Amikor te bejutsz ugye a koreai sűrűbe, ott már csak koreaiul van. És egy városban jobban eltévedsz, mint a sivatagban. A sivatagban legalább látod, hogy merre van egy észak, dél, kelet, nyugat. A városban egy ilyen kődzsungel van, és ahogy a metró vonal ment, úgy én is nagyjából elkezdtem tudni, hogy merre megyek, és mivel már csak magam voltam, körülöttem pedig kb. két millió ember egy pár négyzetkilométeren, ezért az irányt meg tudtam határozni, mert rájöttem, hogy most már csak rajtam múlik. És hazaértem, és azt mondtam, hogy soha még egyszer ilyet nem. Tehát ha segítséget kell kérni, segítséget fog kérni. Ők azért jobban tudták, hogy a Dongbu Kansontoró nevezető, ugye Hungária körút ekvivalensről, mikor kellene lefordulni. De én annyira magam akartam megoldani, és annyira bizonyítani akartam, hogy én erre képes vagyok, hogy ebbe teljesen bele lehetett stresszelnem magamat, holott közben ott volt két fő, az egyikkel angolul tudtam volna kommunikálni, és egyszer nem kérdeztem, nem kértem segítséget. Nagyon sokban emlékeztet ez engem arra, ahogy ti idejöttök. Ahogy nagyon sok ember megfordult itt, akik teljesíteni akarnak, akartok, és közben magatokra maradtok a problémáitokkal. Ez a műfaj felnőtt műfaj. Itt kérdeznetek kell, hogyha szeretnétek tanítást, mert mindaddig, amíg te rendesen működsz, vagy úgy tűnik, hogy minden rendben van, addig senki nem fog beavatkozni abba, hogy te hogy érzed magad, kinek gondolod magad, mi a terved, mert egyszerűen teszed a dolgodat kívül és belül, és ezt az autonómiát mindenki respektálja. És amíg ez működik, békén is hagyja. Ha megfigyeled a történetet, amikor kiderült számukra, hogy én nagyon-nagyon eltévedtem az adott városrészben, egy darab ítéletalkotás nélkül fogták és kiszálltak a járműből kedvesen, mert őknek azért haza kellett érni időben, eléggé délután idő volt. És utána szintén kedvesen fogadtak, de rám bízták, hogy hogy oldom meg. Nem kezdtek el irányítani. Nem kezdték azt mondani, hogy na, szúnyi most akkor jobbra, meg balra, meg egyenesen. Azért, mert ők se tudták. Ha én eltévedtem az adott város részben, és már nem az adott útvonalon mentünk, amit ők megszoktak, ők ugyanúgy nem tudták, mint én. A templomban nem vagy egyedül. Tehát egy olyasféle közösség tagja vagy, ahol közösen gyakorlunk, dolgozunk, akár egy hétvégére, akár egy hónapra, tíz évre, vagy egy életre ahogy döntesz. De ezt a szellemi autonómiát senki nem fogja elvenni tőled, amely a szabadságod és felelősséged egyszerre. És ha úgy érzed, hogy belül eltévedsz, nem szégyen kérni segítséget. Nem szégyen kérdezni, hogy merre tovább. Ezt a segítségkérést ne tévezd össze a saját személyes narratívád, tehát Shakespeare drámád és Dostoyevsky regényed elrecitálásával. Ez a karmád. Nem az utad. Amikor segítséget kérsz, akkor légy lényegre törő. Nem kell a teljes önéletrajzodat tudnom, de a problémát azt őszintén és világosan vázolt. Mert ha nem, akkor nem tudunk neked segíteni, sem én, sem más. Nagyon fontos, hogy a tanítás az nem a nyakadba szakad. A tanítást kérni kell. És ha kéred, megkapod. Kinek van kérdése? Ez a probléma régóta foglalkoztam, mert van egy mostó a kisöcsém, aki most kamaszkorba lépett, 15 éves, és nagyon felnéz rám, és most ugye kamaszodik, fő probléma az alkohol és a cigaretta, és szüleim meg kérnek is engem, hogy segítsek neki. De én nem tudom, hogyan tudnék. Teljesen motiválatlan, és nem El tudom, kell vinni tud. kocsmába. Egy jó, kemény kocsmába, még a fűszülőtlen verzió, az kéne. És remélem vannak olyan barátaid, akik szeretnek inni és dohányozni, mert te nem úgy jössz nekem így át, hogy te szeretnéd. Rá kell bízni őt egy kocsmamesterre, aki nagyon sokat jár oda, tud inni, tud dohányozni, még verekedni is, ha kell. Ő lesz az ő mestere ebben, és instrukciókat kell adni ennek a segítőnek, hogy aznap a gyerek rúgjon be, és rengeteg cigarettát szívjon el úgy, hogy a mérgezés tünetéig. Ha ezt megmered tenni, és a segítő is hajlandó erre, akkor olyan túlvezérlés lesz, hogy a kamaszkorú az kétszer is meggondolja, hogy egy ugyanilyenre vállalkozzon nem tipikus, amit most hallottál. De azért kell megcsinálni, mert hogyha üveghangra kihúzatsz valamit, akkor megismered magadat is közben, meg azt is, hogy mi történik, hogyha szép lassan 10-20 évig csinálod ugyanezt. Úgyhogy nem óvni, védeni és félteni kell, mert a kamasz az lázad. Arról ismerszik meg, hogy nem ismeri a saját törvényeit sem, a világ törvényét sem, de mindig akar valamit, és nem lehet ráébreszteni, hogy még ha jót is akarsz, nem biztos, hogy jól akarod. Itt nem áll fönt ez a dilemma, mert eléggé kőkemény szenvedélybetegség felé mutató tendencia van, és ezt egy kicsit meg kell lökni ahhoz, hogy a saját komfortzónájából kijöjjön. Úgyhogy a kocsmamesterre kell bízni ezt, hogy vezérelje túl kőkeményen, és hogy másnap reggel egy kis savanyú borka után, káposzta leves, ugye? És akkor el lehet vele beszélgetni, hogy ezt akarod? Szeretnéd? Mert akkor hónap után ott a következő. Semmi gond. Le is rombolhatod magadat, ha úgy szeretnéd. De senki nem fog ezért téged se szeretni, sem pedig utálni. Legfejebb magadat fogod utálni ezért. Úgyhogy nézze meg akkor a kis arcát a tükörben, a szemét, érezze meg a járását, a leheletét. Jó kis gyakorlat lesz ez. Oké? Okay? Az én kérdésem arra irányulna, hogy mit tudok tenni azzal, hogyha már van egy viszonylagos stabilitás, és nem nincs hullámzás, viszont van egy ilyen hiperszenzit, ami emellett működik, és nagyon sokat vizsgálom, és nem szomorúságból fakad, viszont minden érzékeny vagyok, vagy nem tudom, és most megpróbálok nem az lenni. És De legyen nyugodtan. De, de nem itt lehet. Pont itt. És itt lehetsz. Mondja. <laughs> Csak hogy? hogy hogy ezt hogy lehet kordában tartani. Sehogy. De stabilizálni azt lehet. Zsebkendőt kérünk onnan. Nagyon jó, köszönjük. Ez az első. Szenzitivitás, sírás, zsebkendő. Ez így rendben van. Szóval a kérdés az, ez így erre irányul, hogy mert én azt érzem, hogy, hogy ebből lehet táplálkozni, főleg így a művészet terén, vagy így nekem ez segít, és hogy, ha eltüntetném ezt teljesen. Nem fogod eltüntetni, ha zen gyakorolsz, csak megszerzed hozzá a stabilitást, az állóképességet, hogy kibírd a saját érzékenységedet. Nagyon sok művész a saját érzékenységének a reakciójába pusztult bele. Nem bírta, és valamivel le kellett tönteni, valamit rá kellett hordani, valamivel nyugtatni, pörgetni kellett, és ezek a kémiák nagyon hamar szét tudják szedni az embert. De amit most én javaslok neked, az a leboruló és mantra gyakorlat. És a vizuális típus is vagy, ezért számodra a vizuális praxis is, az elmének a megszilárdítását. Szükségesítén a megkötését szolgálja egy tudattárgyhoz. A leborulás nagyon intenzív, megpörgeti ezt a mikrokozmikus energiakört a megfelelő irányba, fizikailag is elkezd tényleg helyrehozni. Energetikailag pedig leírhatatlan, hogy mennyire tisztítja az összes csakrádat, és megerősíti a tantient. Ez a jó hír. A mantra pedig egy nagyon, azt mondom, széles sávú tisztító eszköz. Tehát az érzelmeket, gondolatokat, akaratot, múltat jelent, jövőt, mindent át tud itatni ezzel a nagyon finom szellemi energiával. De a matra praxis nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, ezért is van ebben a templomban napi három éneklés, hogy pucold a csittádat, az elmédet, az emlékeidet, a megkülönböztetésedet, a fogalmi gondolkodásodat, ez mind a csitta, tehát az elme. És meg tudod szerezni az állóképességet és szilárdságot. Anélkül, hogy az érzékenységedből egy jó tányit el kellene vesztened. De ez munka és neked még kisebb munka, mint azoknak a kétajtós szekrényeknek, akik bejönnek ide, és olyan szilárdak te egy betongerendát eltörhetsz a hátukon, és azt sem mondják, hogy bikmak, de az érzékenységük az nincs meg. Az érzelmi nagyon finom válaszképességük nincs meg. És ezért kapcsolati problémáik vannak, és magányosak, és elképesztően erősek, de nem tudják, hogy az erejükkel mit csináljanak. Neked ilyen problémád az érzékenységeddel nincs. Tudod, hogy mire használd, csak bírt ki. És uh, ilyenkor az ülő meditáció az néha ellenjavalt. Azért, mert ülsz, és megy a műsor. És ilyenkor a sétáló meditáció, a munka meditáció, lást kert, vagy konyha, vagy takarítás. Ez nagyon jó, mert egyhegyűen szépen a munkára fókuszálva a mozgás, a cselekvés, azt tartja kordában az elmét. Az elmét az elmével nem lehet kordában tartani. A gondolatokat a gondolatokkal nem tudod megbékíteni. Kell egy transzcendens pont, ahová fölteszed az energiádat, ahonnan tükörszerűen látod és tapasztalod az egészet. Na ezt hívják a meghaladó bölcsesség működésének. Ha nem működne ez, amit itt csinálunk, válsághelyzetben, konfliktusokban, akkor minek csináljuk? Mert békeidőben jól néz ki, mert jól hangzik. Nem. A zennek a haszna, az értelme és a működése pont válsághelyzetekben mutatkozik meg. Az egyik legfontosabb válsághelyzet az, amikor bejössz az interjú szobába. Szándékosan, világosan, taktikusan előidézett válsághelyzet azért, hogy te ne tudj a saját paradigmát szerint gondolkodni, érezni, cselekedni, beszélni. Hogy valami újat találj ki, frisset. Mondjuk az intuíciót segítségével. Tehát, hogyha folyamatosan gyakorolsz minden nap, akkor megszerezheted azt a stabilitást a tantiemben, amire szükséged van. Itt van a nem differenciálódott energia és tudatosság. Itt van a középpontod. Ez az, ahol a szervezet fizikai és mentális súlypontja van. És hogyha te ide teszed a figyelmedet, akkor előbb-utóbb az elmédnek, az érzelmeidnek, az összes hánytorgását úgy tudod átélni, hogy nem mozdít ki a pillanatból. A magyar azt mondja, hú, de kihozott a sodrombú, hát majdnem megpofosztam, te. A kihoznak a sodromból az azt jelenti, hogy elveszítettem a pillanatot, és elkezdtem reagálni másra. Elkezdtem valaki másnak a következményévé válni. Valaki más erősebb volt, mint én, és olyanná formát, ami ennél szeretett volna, pusztán a saját reaktív tudatomon keresztül. Na ezért nem szabad a saját dualisztikus reakcióinkat követni, ezért kell a mantra praxis. Ez egy nagyon komoly figyelmeztető rendszer, hogy ups, vigyázzunk, karma van. Karma van, és nem követjük, visszajövünk szépen elé, tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán cselekszünk és gondolkodunk. És nem válunk mások karmájának a következményévé ezáltal. Ezért mondhatjuk azt, hogy menj egyenesen, és ne körbe-körbe, úgyhogy csak tedd, csak gyakorold, és akkor megerősödsz. Ne ragaszkodj a tudattartalmakhoz, és ö, ne azonosulj az elmédnek a működésével, de használd. Ahogy a sofőr sem azonosul a járművel, hanem vezeti. Minden végtagjával vezeti. De amikor ki kell szállni belőle, akkor kiszáll, lezárja és sétál. Oké? Okay? Mi az a buta természet? Honnan jön a kérdésed? a csend kevés, a szó sok. Hogyan válaszolnál? Csóválod a fejét, hű, te ez vissza én meg nem tudok mit csinálni. Hát voltál már interjún, használd, amit tudsz. Nem tudom. Nem mond, tedd ezt a nem tudót. A kérdés nyitott, bárki. Korrekt. Na végre. Itt a lehetőség, hogy tér vissza a gondolkodás elé. És akkor egy csipetnyi tapasztaltál ebből a buddha természetből, melynek eredetileg nincs neve, vagy formája, keletkezése, vagy megszűnése, és csak úgy mahaján a nyelven elneveztük buddha természetnek. Csak hogy legyen mit tenni a mikulás csomagban, szépen a kis cipőcskébe december első hétvégén. Vagy a szélvédőd mögé, hogyha rosszul parkoltál. Jó? Tehát használd a buddha természetet, mert ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, és a többi. Nevezhetjük ezt ilyen magasztos, igazi önvalónknak, vagy igaz természetnek. Valójában ez az, ami lát bennünk. Ez a vidja, kicsit megszemélyesítve. De ez a látó, ez nem személy. Bennünk személyes. Kimondod a nevedet, és ott van rajta a címke. És ez a látó, ez még nem is csak emberi, de ez tesz minket igazán emberré. Enélkül ki se tudnánk mondani azt, hogy én. És hogyha ki tudtuk mondani azt, hogy én, akkor el is tudjuk érni a felébredést, amely minden önkép hátrahagyása és igazi önvalónkhoz, tehát buddha természetünkhöz való visszatérés. Ez ami az ütés az interjú szobában, és egy pillanatra ugye az ütés megakasztja a narratívádat, megszakítja a gondolkodást. Az a meditációban a meditációs technika, a mantra, a kérdés, vagy a puszta térés hangfigyelése. És így térsz vissza a buddha természetet tapasztalatához, mely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ezt kezdjük el használni először az interjú szobában. Ezért kapod ezeket az érthetetlen kérdéseket, hogy végre az intuíciót kezdjen el megnyilatkozni, és nem csak a gondolati vagy az érzelmi karmád. Úgyhogy akármilyen néven nevezzük, a működése rendkívül fontos, mert enélkül igazából nem vagyunk emberek, csak gépek, vagy állatok, vagy még rosszabb. De amikor azt kérdezed, hogy egy tájnak mi a buta természete? Az a beugratós kérdés. Tehát amikor egy tárgynak a buddha természetéről van szó, akkor a működését jó, hogyha bemutatod, tükrözöd. Erre azért van szükség, mert mondjuk egy órának a buddha természete, vagy egy botnak a buddha természete sokkal könnyebben bemutatható, mint úgy az emberé. Az ember egy sokkal komplexebb lény, mint egy óra vagy egy bot. És ezért az egyszerű feladatnál kezdjük. Tehát amikor már nagyon sok helyzetben megtapasztaltad önmagad, akkor kezded el kiháromszögelni, hogy hát ez nem egy újabb én verzió, ez nem egy szuper ego, ez nem az önmagamnak a jobbik verziója, ez ami teljesen más. És a buddha természet tapasztalata az azért fontos, mert ebből jön a helyes intuitív működés. Tehát az intuíció igazi önvalót közvetlen megnyilatkozása, és nem más. Úgyhogy további jó interjúzást kívánok neked velem. Köszönöm szépen. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy szerinted mi okozhatja azt egy párkapcsolatban, hogy az egyik fél megfullad a másik szeretetétől? Ez a globális felmelegedés miatt lehet. Annyi széndiokszid kerül a légkörbe, hogy a másik megfullad tőle. Köszönöm. Nem gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű. Hát nem is. Az is lehetne, de szeretjük túlbonyolítani a kapcsolatainkat, és egy túlbonyolított, ízekre szedett, szételemzett, érzelmileg kicsit befelhősödött kapcsolat, az, az nem fog működni. Tehát ilyenkor jó hátralépni egy lépést, és megnézni, hogy valójában mit jelentünk egymásnak, és kivonni a szén a légkörbe. Ilyenkor nem rossz egymás társaságában csendben lenni. Az egy nagyon magas szintű közös jelenlét. próbált ki egyszer vele. Remélem hajlandó lesz rá. Azt mondod, édesem, úgy tűnik, hogy beszéddel nem tudjuk megoldani, próbáljuk meg csenddel megoldani. Javaslom, hogy most reggel kilenctől délután egyig legyünk csendben, és legyünk együtt itt a lakásban, vagy sétáljunk. Nézzük meg, hogy mit jelentünk egymásnak így beszéd nélkül. És utána leültök, és ebéd után megbeszélitek, hogy na milyen volt csendben lenni velem. Úgyhogy nagyon sokféleképpen lehet egy párkapcsolatot művelni, nagyon sok szögből lehet szemügyre venni, de a megszokottságok néha olyan kerékvágásokat eredményeznek, hogy nem tudsz kikeveredni belőle mindaddig, amíg a szokásos gondolati mintát, érzelmi mintát, beszélgetési mintát és cselekvési mintát le nem bontod. Merni kell ezt lebontani mert különben nem tudod újraépíteni. Ha nem tudod újraépíteni, akkor meg elrongyolsz egy másikhoz, aki nagyon hasonló lesz az előzőhöz, és ugyanazokat a mintákat szépen dettó hasonlóan fogjátok megtapasztalni. Tehát jobb lenne egymás társaságában belül változni, és átélni egy kapcsolati evolúciót, semmint rohangálni, mint a jó kertész egyik meleg ágyból a másikba. De a gyomnövények ugyanazok lesznek világos, hogy van olyan stádium, amikor egy kapcsolat menthetetlen, akkor el kell tudni köszönni, akkor egy új kapcsolat lesz, de azt már másképp kéne, mint a korábbit. Hallottad a bevezetőben, hogy a jelenségek üresség természetűek, és ez azért fontos, mert innen jövünk rá, hogy minden jelenség teremtett. Minden, aminek van neve, formája, érzékszervi tartalma, gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet aspektusa, ezek teremtett karmák. Ezeket mi teremtjük a tudatunkkal? Saját teremtésünk minőségét tapasztaljuk, amikor az a párról, a családról vagy a világról visszaverődünk hozzánk. És néha meg kell haladni ezt a teremtést, vissza kell térni a teremtés elé, és tisztán teremteni a régit vagy az újat. Ha kell. És mivel minden kapcsolat teremtett, ezért nézd meg, hogy te mi módon járulsz hozzá ahhoz a közös minőséghez, amelyet tapasztaltok. És akkor onnantól kezdve azt is látod, hogy ő miben járul hozzá ehhez a kapcsolathoz, és rájössz, hogy csak a te oldaladat tudod javítani. Az övét nem. Kérheted, láthatod, de eszenciálisan csak ő javíthatja. Miért? Mert ő teremti. Az ő beszédért ő felelős, a cselekedetért ő felelős, a gondolataiért és érzelmeért ő felelős. És hogyha tényleg nem megy a közös jelenléttel, akkor a közös távolléttel kell gyógyítani, és le, remélhetőleg időszakosan. Ha a bizalom a nulla felé konvergál, akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy Nézzük meg három hét távolét után, hogy mit jelentünk egymásnak. És egyikőtök sem kérdezi, hogy három hét alatt mi történt. Mert hogyha korrekt volt a három hét, akkor visszajön. Ha nem, akkor csak egy levelet ír, hogy köszzi három hét után már tudom, hogy mi a dolgos, Így el. Ha tényleg komoly és tényleg hűséges és tényleg ő a párod, akkor az lehet akár három hónap is, és a tisztulás időszaka végén, találkoztok ismét. De hogyha sem a jelenlét, sem a távolét nem segít, akkor nem látjátok át a kapcsolat teremtett mi voltát. Nem látjátok át azt, hogy ezt szinte a semmiből, csak a saját karmátok által ti hozzátok létre. Nincs előre elrendelt sors, csak magaddal hozott valószínűség, ez a szokás hatalma. Ezen fölül lehet emelkedni. A szokások is teremtettek, ezért, hogyha valamilyen szokást éppen nem szeretnél élni, akkor ne add ki magadból, ne éld. Nem kell elfolytani, csak eltenni valami más alkalomra, más időre, más helyre. A szeretet kapcsolat a legérzékenyebb és legsérülékenyebb dolog a világon. Ezért kíván ekkora energiát és tisztánlátást. Nézd meg, hogy mennyire boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, és eközben mit csinálunk a másikkal? Köszönöm. Szívesen. Azt veszem észre, hogy így tényleg az emberek, ahogy mondtad, ő, keresik a szeretetet, vagy hajszolják, vagy valami, és mégis az van, hogy ez az ember itt szintén? Mondjuk, igen. Oké. Okay. Tehát keressük, hajszoljuk. Igen. igen. Legyél Majzolom. ember. Csatlakozz igen. hozzánk. Okay. Okay. Több a okay. személy. Hallgatlak. Okay és hogy mégis ő az van, hogy a szeretet mögött nagyon sokszor megbújik el, hogy ragaszkodás, birtoklás, stb. Hogy ez miért van? Valójában azért tesszük ezt, ha tesszük, mert nem ismerjük önmagunkat rendesen. És ezért a másikat sem látjuk úgy, ahogy ő van. Tehát, ha egy szeretett kapcsolatról beszélünk, akkor az ott indul, hogy a másik boldogsága és jóléte fontosabb, mint az enyém. És ha ez kölcsönös, akkor van egy nagyon önzetlen, nagyon világos szeretett kapcsolat, és itt meg kell nézni, hogy végül is kivel találkozol. És van egy olyan találkozástípus, amikor mind a ketten szavak nélkül tudjátok, hogy igen, egymás mellé nagyon passzoltok. Nincs előre elrendelés, nincs sors, csak van egy ilyen villámcsapásszerű felismerés. Ha kölcsönös, akkor azt hívjuk a szerelem ősrobbanásának. Nagyon fontos, mert egy ilyen energiához vissza kell tudni menni mondjuk válsághelyzetben. És ne várt, hogy ez minden kapcsolatnál így lesz. Tehát van, amit balra húzol, van, amit jobbra. Tudod. Úgyhogy nézd meg, hogy a szeretet mellé még mi jár. Esetleg együttérzés, önzetlenség, odaadás, segítség. Ezek nagyon jó társaság. De hogyha valami egyéb ilyen komolyabb ego program, akkor a szeretetet meg fogja mérgezni, fel fogja darabolni, és a legkeményebb pillanatban kiderül, hogy valójában nem is szeretetről, csak mondjuk vágyról volt szó, és akkor miután a vágy elhamvad, kidobod a szemétre a másikat. Kösz, majd jön a következő. Nagyon fontos, hogy magunkat is, és a másikat is elég jól lássuk. És tudjuk, hogy mit akarunk. Ha nem, olyan öncsalás és olyan más megcsalása van, hogy katasztrofális. Talán a legnagyobb üzenet a Földön, az emberi társadalomban az, hogy ennek nem kell így lennie, de valamiért mégis így csináljuk többségében, tisztelt a kivételnek. De nem kell így lennie. Rajtunk múlik. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami amit nem akartam feltenni, mert teljesen más kérdés volt a fejemben. Haladunk, látom, mondjad. Igen. Igen. Tehát, hogyha az okokozat törvényéről szeretnék kérdezni tőled. Hát az engem is érdeke, hallod, az egyre inkább. Mondjad. Hogyha. hogy, Nem olyan vide. Hogyha egy ö, olyan karmát, egy rossz cselekedettel egy olyan karmát teremtek, ami nem jó, ami rossz, és annak van nyilván okozata, akkor mondjuk, ha én erre rálátok, hogy, hogy rosszat tettem, akkor belátással, felelősségvállalással, határozott irányváltással meg tudom -e szüntetni az okozatot, illetve tudok-e rajta enyhíteni? Figyelet, és semmi konkrétum nem volt a kérdésedben? Nem. Nagyon jól körbe táncoltad az egészet. Igen, így szoktam. Becsomagoltad Igen. az általánosítás sején papírjába. Igen. Ráfestettél egy kérdőjelet, és ide tetted elém. Uh -huh. Levegyem a sején papírt. Ne. ne. Robbanst föl. Oké. Okay. Legyen metszően konkrét. Ott fogod meg a dolog, amikor a közepére tetted ezt a rosszat, mint egy ilyen fekete lyuk, ami beszív mindent, és ilyen borzasztó következmények lesznek. Fogalmunk sincs, egy hogy miről van szó. Is. Igen, értem. Tehát rossz döntést hoztam, és ettől megijedtem, de nagyon. Aminek hatására elfutottam ide az táborba. Ez egy jó döntés volt, hogy Igen, én is úgy látom, igen. De megint csak egy újabb papírral, azt a nagyon komoly dolgot, most már felkiáltó jelet tettél rá, de leborítottad. Hidd el, hogy amíg te csak általános jó és rossz fogalmakkal jellemzed ezt a karmát, én nagyon kedvesen el fogok veled beszélgetni, de érdemi választ nem lehet egy olyan kérdésre adni, amiben nincs konkrétum. Te jössz. A légző gyakorlat már sikeres. Folytasd. Egy olyan térben dolgoztam, ahol amit, amilyen, amelyik teret nekem tartanom kell lett volna, illetve azt gondoltam, hogy én azt tudom tartani, és bevittem ebbe a térbe egy olyan szituációt, amit nem lett volna szabad bevinnem. Ez a Kossuth tér lehet. <laughs> Ez most megint eselyen papír? Nem. Egyre vastagabb. Mondjuk Akkor... a Jászai Mari nincs messze tőle, ott is komoly tértartásra lenne szükség. Szerintem a kosút lenne az elsődleges Na, folytasd! És én ezt akkor abban a pillanatban nem lát, nem, nem tudatosodott bennem, hogy én rossz uh, rossz cselekedetet... <laughs> hogy rosszat tettem, szóval igen. Ez rá pár napra tudatosodott bennem, illetve segítettek rájönni, hogy ez nem volt valami uh, jó dolog. És hát félek a következményektől. Most már én is. <gül> <gül> Mit mondjak még? Hát a lényeget meddig nem volt semmi belőle. Tehát családállító voltam még két héttel ezelőtt, mert most már nem mondom. Elhangzott is. az első konkrétum, gratulálok. Nem nagyon mondom, fontos nem Nagyon fontos. tényt ról. hallottam. Igen. Ezen a nagyon tárgyilagos síkon tovább menve, remélem fölteszed a valódi kérdést, sejen papír nélkül. A valódi kérdésem az, hogyha a térben egy olyan szituációt viszek be, amit nem lett volna szabad, de akkor ennek én nem voltam tudatában, hogy ezt nem szabad bevinnem. Saját történetet segítség nélkül, akkor ez ugye baj, és tilos. És hogy ennek az okozat törvénye szerint súlyos a következménye, és ha igen, akkor ezzel lehet enyhíteni. Folytassam. Ne. Jó. Mert az egyetlen szál konkrétum után újabb általánosítások következtek, amelyek mutatják az elhárító mechanizmusok mélységét. Uh -huh. Amíg ilyen kőkemény rettenetesen okos, és az első világháborús gyalogsági frontok szögesgútjához hasonlóan felépített elhárító mechanizmusaid vannak, addig csak ilyen hosszú és összetett mondatokban fogok neked felelni. Akkor átadom a szót, és még gondolkozom a következő. Megköszönöm. Ö, azt szeretném kérdezni, hogy egy olyan gyermek vagy gyermekeknek, akiknek mondjuk az én ítéletem szerint nem megfelelő apaképük van, az, vagy nem megfelelő a, az apa, aki mondjuk mellettük van. Hogy lehetne úgy felnevelni őket, hogy mégis, mégis egészséges. A te gyerekeidről van szó? Igen. Hát ezt azért nem kéne kihagyni az egyenletből, anyuka. Ez azért elég fontos történésem. Akkor térjünk vissza, apura. Együtt éltek? Jelenleg nem. Gondoltam, különben nem merült volna fel a kérdés. Alap, hogy a gyereknek mindkét szülőre szüksége van. Pont akármit gondol az egyik a másikról, nem tud a gyermek egészségesen fejlődni, hogyha nincs meg mind a két szülő jelenléte. Hogy ezt tessék szem előtt tartani, amikor apukának az önképét, magadban masszírozod, kialakítod, vagy esetleg a gyerek felé kommunikálod. Ezt az utóbbit, ezt nem javaslom. Engedjük meg a gyereknek, hogy apukát tapasztalja, és hogyha kérdése van, vagy problémája van, akkor ezt a gyerekkel megbeszéljük. De nem küldünk üzenetet, nem formálunk benne apaképet, nem kezdjük el befolyásolni a gyermek tapasztalatát. Ha tényleg nagyon nagy gond van apu és a gyerek között, akkor kell a terap. Erre találták ki az egész nyugati pszichológiát, extrém esetben pszichoterápiát, hogy ö, legyen már végre egy normális, artikulált referenciakeret, keret, amelyben a kapcsolatot el lehet helyezni. Tehát a Bécsi iskola 1, 2, H4 és az összes variációk, meg az ilyen újsítetűek, azok adnak egy olyan keretrendszert, amelyben el tudod helyezni a kapcsolatotokat apuval. A benne lévő problémákat is. A konstelláció, amely lehet családállítás, párkapcsolatállítás, az egyénben személyiségállítás, és a csoportdinamikának ugye a csoportos konstellációját megmutató állítás, ezek mind nagyon direkt eszközök, közvetlenül a térből és a tudatból dolgozunk, ha nincs szűrés. Ha az elme szűrne vagy torzítanak, akkor egy jó terapaszt kiiktatja, legalábbis ideig óráig. A rendszer egy darabig hiba tűrő, aztán szétesik az egész konstelláció úgy, ahogy van, hogyha túl sok az énség benne. És ilyenkor tényleg tessék segítséget kérni, mert hogyha a család nukleusza, a kis magva, apa, anya, gyerek nem működik rendesen együtt, akkor ott valami kémiai hiba van, valamilyen karmikus összeférhetetlenség van, nagyon sok csomó van a palacsintatésztában, és ezt nem lehet csak úgy elkeverni kanállal akkor kell a segítség. Miért? Minden szülőpár tudja, hogy abban a pillanatban, hogy az első teszt mutatja a gyereket ottan belül, még alig, hogy behajlott a placenta, ugye? Ez a kürtő elkezd kialakulni, kürtő elkezd lüktetni, lesz egy dudor rajta, és az egész dudor, a szív, 6 hetes magzat, erről van szó. Innentől kezdve a szülőpárnak tudnia kell, hogy ez a kis lüktető lélek ott bent, anyuka méhében, az a fontos. Nem ő, nem én, hanem ketten együtt azt a picinyát tápláljuk. Hogy gyerek legyen belőle, és kicsi butha legyen belőle, és ez a kicsi butha minket fog tanítani, és mi is tanítjuk őt, hogy legyen nagy butha. Akik gyakorolnak, azok egy belső kicsi buthát is nevelnek és hogyha gyermeket hoznak a világra, akkor egy külső kicsi buthát is nevelnek, hát itt tényleg nagyon komoly realizációs praxis elé nézzünk, hogyha valaki mind a kettőt bevállalja. Úgyhogy tessék harmonizálni a kapcsolatot, mert onnantól kezdve, hogy gyermeket vagy gyermekeket hoztál a világra, nincs más út. Ők a fontosabbak. Tudván, hogy kirepülnek, tudván, hogy hibáznak, tudván, hogy elmehetnek és esetleg nagyon későn jönnek vissza, ezzel együtt kell teljes szeretettel, ótaadással és önzetlenséggel felnevelni őket, mert ezt fogják tovább vinni és megtanulni. És apura itt ugyanolyan szükség van. Tehát tessék beépíteni a családi hierarchiába úgy, hogy ő elfoglalja a megfelelő helyét. És működjön. Tudom, látom a szempillantásodból, hogy ez most lehetetlennek tűnik. Mégis kísérletet kell tenni rá. Jó? Van egy adott helyzet, és a másik fél, akivel együtt kellene működnöm, nem tudja azonnal, vagy nem érti meg azonnal, amit mondok, vagy amit csinálni kell, és ilyesmi. Megjelenik bennem egy, egy ilyen, hogy mi az, hogy nem tudod, mi az, hogy nem érted? Én látom is, és végül is ura vagyok, de már egy ideje tapasztalom, hát, hogyha csak így figyelem, az elég, vagy, nem mindegy, hogy milyen hullámhosszon tudsz átjutni egy másik emberhez. Tehát minden embernek van egy természetesen beépített önvédelme, egyfajta energiamező, amivel a saját lelkét, testét védi. Ennek van egy frekvenciája. Ha megfelelő érzelmekkel közelítesz, akkor úgy átmész, mint kés vajon, érintés és erőfeszítés nélkül ha nem megfelelő érzelemmel vagy jelen ennek az embernek a terében, akkor minden lepattan róla, és csak erővel tudsz átjutni, úgyis csak idéglenesen, mert áttörted a falat, és nem találtál rajta a ajtót. Ilyenkor nézd meg belül, hogy valójában az az ember mire hallgat. Milyen érzelemmel, milyen energetikával kell neked kimondanod, vagy kérned azt, amit szeretnél. És ez az érzelmi intelligenciának az alapja. Van, aki az üvöltésből ért. Van, aki a suttogásból, van, aki a kettő között bármiből. Van, akinél a csenddel többet elérsz, és egyetlen szóval a végén. Van, akinek szét kell magyarázni az életedet. Többször. Tehát, hogy jutsz át egy másik emberhez? Mi ez a frekvencia, amire ő hallgat? Mi ez a rezdülés, amely tényleg a szívének a mélyén ott lüktet? Szunkszenzenmester mindig azt tanította, hogy ne csak a kérdésre felej, hanem arra a tudatra, ahonnan az jön. Megválaszolni a kérdést, ha megnézed, önmagában nem nehéz. Bizonyos mennyiségű tapasztalat után a kérdést, mint tárgyat elég jól lehet kezelni. De az embert, aki a kérdés mögött van, azt a lelket, ahonnan a kérdés jön, na azt megtalálni, oda átjutni, na az egy sokkal nehezebb feladat. És nem csak a zenben, hanem bármilyen emberi kapcsolatban ez lenne a fontos. Hogy ne kelljen kimondani, hogy hozzád beszélek. Nem hallod. És ott van tőled 60 centire. De valójában nem hallja, mert nem hozzá beszélsz. A róla alkotott képhez beszélsz. Az irritációthoz beszélsz. A lepattant reakcióthoz beszélsz, és nem ahhoz az emberhez, aki előtted van. Ezért fontos a közös jelenlét, ezért a meditáció elképesztő harmonizálás, mert utána sokkal könnyebben átjutunk egymáshoz, mihet megtanultuk az ego falát lebontani. A mindennapi életben nagyon komoly percepcióra, tisztánlátásra van szükség ahhoz, hogy az együttérzésed működjön. Te lehetsz együttérző a fal mögött, nem megy át. Meg tudod-e olvasztani a másik embernek a vasajtaját az együttérzéseddel? Ez a kérdés. És ha igen, akkor átjutottál. Nagyon vigyázz, hogy mit viszel át az együttérzés járművén. Összentsége a dalai láma azt mondta, ezt hallhattátok tőlem idézni. Van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyiket mondjam először? A jót, őszentsége, megkérjük, hogy a jót mondja. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Hát ez fantasztikus. Mindenki leborult, megköszönte, boldogok voltak. Hát akkor őszentsége, most akkor hallanánk a rosszat is, hogy teljes legyen a kép. Jó. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Vigyázzunk. Vigyázzunk, hogy mit teszel a szeretet mögé. Mit teszel még a szeretet ládába milyen utasok vannak a szeretet járműben. Mert azok is célba érnek. Mert a szeretet és az együttérzés célba fogja juttatni. Ezért kell ténylegesen, őszintén, tisztán és egyszerűen kapcsolatban lenni másokkal. Jó. Köszönöm. Szívesen. Bevezetőben hallottunk a táncos hasonlatról férfi és nő kapcsolatába. Mit kezdjen a férfi olyan esetben, amikor sorozatosan vezetésre termet, vagy vezető nők kerülnek elé. Legyen ez anya, feleség, testvér. El kell menni tánciskolába. Köszönöm. És meg kell tanulni rendesen vezetni úgy, hogy az a párodnak is jó legyen. Ha tényleg jól tudsz vezetni, akkor a párod boldogan a karjaidba omlik, és akkor hagyják, hogy vezessd őket. És vannak olyan nagyon haladott táncosnők, akik úgy tudják vezetni a férfiakat, hogy közben a férfi azt hiszi, hogy ő vezeti őket. Na, ezek a nagyon haladott táncosnők. És ha egy ilyenre lesz, akkor te boldogan vezeted őt, és figyelsz a jelzéseire, mert azért a hölgyek nagyon jól tudnak jelezni, hogy nekik jó-e az, ahogy vezeted őket. És hogyha találsz egy olyan hölgyet, aki nem enged téged vezetni, hanem ő akar vezetni, akkor le kell ülni ilyen szép fehér asztal, gyertyafény, vörös bor, nagyon finom vacsora, és meg kell kérdezni, hogy szívem, mit szeretnél? Mit akarsz ezzel az asszertív, elképesztően egyoldalú magatartással elérni, és akkor nem fogja elmondani. Mond valami egyebet. És akkor újra fel lehet kérni táncra az adott kapcsolatban, és érzékeltetni, hogy valójában a férfinak mi a dolga, és a nőnek mi a dolga az adott helyzetben. A kapcsolat teljesen szimmetrikus, tehát itt egyenrangúság áll fönt, de az adott pillanatban mindig tudjuk, hogy ki megy előre, és ki marad hátra. És akkor a nő meg tud nyugodni a saját női szerepében, és a férfi pedig a saját férfi szerepében. És akkor harmonizálódhat az egész. De hogyha ez tartósan nem megy, akkor tényleg ugye, le kell ülni, és beszélgetni kell, hogy ki mit szeretne, sőt, ki, kinek szeretne lenni a kapcsolatban. Jó, hogyha a nő a nő a kapcsolatban, és a férfi a férfi a kapcsolatban. Mostanában ez nem annyira egyértelmű. Legyen egyértelmű. Oké? Okay? Köszönöm szívesen. Melyik a könnyű út, melyik a nehéz út, és hogy lehet ezek között választani, hogy valahogy bennem mindig is úgy élt, még ezelőtt sok évvel, hogy ha nem sikerül az élet, nem tudom magamat anyagilag fenntartani, nem sikerül a család, akkor beköltözök egy asramba, és feladok minden világi dolgot. Ez volt eddig bennem. És hogy most is látom, hogy sokkal-sokkal nehezebb útnak félik az, hogy családot alapítani, párkapcsolatba élni, egy olyan helyen lakni, ahol érzek egy hívást, de ahol nincs szanga, ahol úgy érzem, hogy bohóc ruhát viselek, és akkor hogyan lehet eldönteni, hogy egy emberi útnak vajon az az útja, hogy akkor ott lenni, vállalkozást csinálni, munkát adni az embereknek, vinni a, a dolgokat, vagy nem éri meg a küzdelem. És csak a saját belső fejlődésre koncentrálni, és ezzel segíteni a többieket. Előbb-utóbb mindenki ki akarja teljesíteni az életét. Van, aki vállalkozóként kezdi, és utána jön egy ásramba. Van, aki egy ásramban kezd, és utána vállalkozó lesz belőle. Nézd azt meg, hogy benned most ebben a pillanatban mi a fontos. Mit tartasz fontosabbnak a belső munkát vagy a külső kiteljesedést. És egyik sem rossz vagy jó, könnyű vagy nehéz. De amiben hiszel, arra lesz energiád. Akiben hiszel, azt fogod szeretni. Akit szeretsz, arra lesz időd, az lesz a teredben, azzal fogsz együtt élni. Milyen minőség kell ahhoz? A mai napig minden egyes pillanatáért az elmúlt 26 év szerzetesi gyakorlatának hálás vagyok. Ha nem látom ennek a hasznát és a működését, akkor pazaroltam csak el. Lásd azt, hogy milyen minőség kell ahhoz, hogy te tényleg az légy, aki, hogy te önzetlenül tudsz szeretni valakit. Hát akkor tényleg érdemes az emberi minőségeken dolgozni. Én személy szerint mindenkinek így 20 és 30 között tanácsolnám a legalább egy téli elvonulás, de inkább a hármat. Mennyi háromszor három hónap az életedből? Relatíve kevés ahhoz, hogy milyen elképesztő minőségemelkedésről tudsz beszélni, vagy élsz meg ugye, a három hónap háromszori gyakorlata után. Itt azért van a hátsó sorokban egy lény, aki ezt megcsinálta, és nyugodtan lehet majd zongorázni vele, hogy mi a háromszor három hónapnak az értelme. Majd, hogyha szeretnek, akkor főfedi magát, hanem akkor nem. Tehát a minőség az egy speciálisan emberi tulajdonság, és ez a fajta orientáció, hogy minőség életet éljünk, az velünk kell, hogy kezdődjön. Tehát a saját tudatminőségünket kell javítani. A saját életminőségünk ebből következik. Ha nincs transzcendens tapasztalás, nincs egy belső spirituális hierarchia sem. Ha nincs megfelelő spirituális hierarchia, nincs értékrend sem. Ha nincs értékrend, nincs életrend. És fordítsd vissza, ahol nem látsz életrendet, ott értékrend sincs, ahol értékrend nincs, ott belül nincs egy olyan vertikum, hogy ki van fölötted, ki van szintben veled, és ki van alattad. Vagy pedig importáltál valamilyen ideológiát valamilyen gondolkodásmódot, amely idegen tőled, de követed, mert nem találtál jobbat, és te nem dolgoztál meg azért, hogy neked legyen sajátod, autonómiádat így nem érted el. Tehát az, hogy benned milyen hierarchia van, megmutatja, hogy milyen értékrend van, ez mutatja meg, hogy miben hiszel. Mi lesz a fontos? Kiben hiszel, ki lesz a fontos? Három mondatot mondok, amely egy ehhez hasonló válság tanulság a kilenc évvel ezelőttről. Azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod a kettőt végigvinni. Köszönöm. Szívesen. Hát én egészen konkrét leszek. Hogyan tudsz kezelni egy olyan kapcsolatot, ahol a két embert a kényszer tartja össze, a kényszer az egy közös gyerek, de a kapcsolat az már nagyon régen nem működik, igazából soha nem működött, és jelenleg külön élünk a gyereknek az anyjával, tehát a kapcsolatot azt a gyerek miatt folyamatosan tartani kell. Mind a hárman érezzük, hogy ez az egész, ez, ez így nem tartható, egészen egyszerűen azért, mert a gyereknek az anyja az egy, az egy elnyomó természet, és leginkább az érzelmi zsarolása az eszköze a másiknak az uralásában. És ez így működik tizen éve, és hogyha én ezt most így hagyom, ez még tizen évig így fog működni? Egyáltalán nem. Ez, igen. ez a te veszélyre, félelemre alapozott gondolkodásod. Egyáltalán nem. Minden karma learatja saját maga a gyümölcsét. Gondolod, hogy egy kamasz, vagy később tizenéves engedni fog érzelmi zsarolásnak, miután átlátta a saját érettségi fokán, hogy valójában mi történik vele? Olyan messzire elrohan, úgy lekorlátozza az együtt töltött időt, hogy az valami hihetetlen. Nem lesz ez az örök létbe szépen bevezetve. Igen, igen, megváltozik mindenki. Mihelyt látja tettének a következményeit főleg a szeretet kapcsolaton keresztül. Hallhattad, hogy a szeretet kapcsolat a legsérülékenyebb, a legérzékenyebb, a legtöbb energiát kívánó. Most akik ezt nem ismerték föl, akkor egóval, jó keményen, vascsizmával belegyalogolnak. Gondolod, hogy a gyerek ezt fogja tolerálni, akarni és díjazni? Nem. Ahogy nyílik a szeme a világra, ahogy nyílik a szeme önmagára, át fog látni a szitán, és az egészet miszlikbe fogja aprítani. Az első, amit fogsz látni, egy passzív, agresszív kis tüske. Utána elhárítom, a sok nincs időm, nem akarom, igen, anyuka, nem szeretném, de akkor se. Egyre kevesebbet fogad el, mert látja, hogy mi van mögötte. hogy te légy magad ebben a kapcsolatban, sőt, segítsd a majdnem exet, ugye, akivel nem élsz együtt, és a gyerekre fókuszálj. És a gyerekre úgy, hogy a gyerekben te milyen értékeket hozol létre kivé válik a gyerek melletted. Erre fókuszálj, és amikor a gyerek kérdez, vagy problémája van, azt old meg. Nincs üzenetküldés a gyereken keresztül anyunak, nincs anyuka képformálása a gyerekben, semmi ilyesmi nincs, mert akkor anyuka következményévé váltál. Az ő érzelmi zsarolásának, elnyomásának már engedelmeskedtél, és ezt nem engedheted meg magadnak, mint egy szuverén normális férfi. Foglalkozz a gyerekkel. Köszönöm szépen szívesen. Nekem most két kérdésem is lenne és annyira örülök fruzsi. Az egyik az hogy bennem is az fogalmazódott meg hogy hogy szeretek itt lenni és hogy úgy kerülök mert mind, hogy úgy kerültem ide hogy hogy abban inkább egy ilyen keresés és találás érzés van de attól félek hogyha így nem jövök gyakrabban akkor akkor, amit te mondasz, hogy, hogy ne úgy jöjjünk vissza a szervizbe, hogy teljesen le van robbanva az autó. Viszont... Jó, hogy mondod, én az enyémet nem rékoztam, mert meglepődtem így a számla láttán, de tíz éves szegényke mondjad. Viszont, hogy kint, meg, meg így az életemben annyira látom az ilyen irányvételt, hogy mit akarok, kivel akarom, hogyan akarok. Szóval, hogy így az így megy és fejlődik, és hogy nem tudom, hogy, hogy közben meg, meg, ide is akarok. Nem tudom, milyen kettős ez. Hát az, hogy az autópályán is megyünk az autóval, meg az erdőben is, és utána elhozzuk a szervizbe, az nagyon jó. Tehát néha könnyű az élet, és rongyolunk szépen lefelé a saját kis utunkon, és van, amikor pedig nagyon nehéz, és akkor az erdőben, meg a bakhátakon ott szépen mendegélünk. Tehát tessék gyakran szervízbe jönni. Ki kell szállni a járműből, és engedni, hogy a szerelők dolgozzanak rajta. Ez azt jelenti, hogy végzed a gyakorlatot. Engedd, hogy az éneklés dolgozzon rajtad. Az ülő meditáció, a kóan a munka, minden, amit itt csinálunk, az szépen csiszol téged, mindegyikünket. És utána pedig erősebben, tisztában kimész az útra újra. Nincs ellentmondás. Sőt, de minél erősebb vagy, minél tisztább tudatú vagy, minél jobban megéled a minőségeidet, minél tudatosabb vagy, annál biztosabb az, hogy az úton haladsz. Hát egyre inkább a kezedben a kormánykerék, és a lábad a pedálon, stb. A másik kettés volt, Mondjárt. is feltáltam, hogy ez most nem milyen kadasításból? de tényleg szerintem így a legkézen megmagyarázni, de hogy egy pár kapcsolatban ideálisan úgy működik, hogyha hogy mondjuk nekem is van egy vázám, amit építek, a páromnak is van egy vázája, amit épít, meg van egy közös váza is, amit építünk, vagy nem létezik az a közös. Nem sok ez a három váza egy kicsit, de. Hát azért csak annyit tudja korlátozott tapasztalataim alapján, az a jó, hogyha egy vázát építetek, amelyben mindegyik megtalálja a sajátját is. Egyben segítesz a másiknak építeni ugyanazt a vázát. És akkor ez a közös váza az jóval több mint egy meg egy. Tehát amikor tényleg egy komoly fúzió van ember és ember között testi, lelki szellemi szinten, akkor nem három váza van. Egy váza van abban az egy vázában minden benne van. És hogyha jól csináljátok, akkor az egy vázából csak így, ilyen kicsi is vázák megjelennek. Egy, még egy, attól függ, mennyit szeretnétek. Jó? Köszönöm. Szívese. Szívesen. Egyéb kérdés. Foglalkoztat a valami ilyen együttérzéssel kapcsolatos kérdéskör. Sok esetben azt, azt érzem, hogy, hogy nincs energiám embertársaimmal együttérzőnek lenni, mintha behúzódna bennem a valami, nevezzük antennának, ami néha volt olyan érzésem, hogy mintha kinyílna, és akkor nyitott állapot lehet, de hogy, hogy ez, ez sok esetben így így valamitől, mintha egy ilyen valami Védőmechanizmus, vagy behúzódás, nem tudom, de hogy kvázi így, így visszahúzódik. És a kérdés az, hogy, hogy uh, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezt, ezt megerősítsem. Ne cseréljük össze az érzelmi energia adását az együttérzéssel. Nem ugyanaz. Az együttérzés az, hogy te tiszta tükörként ott vagy a térben, és pontosan érzed, amit a másik érez, vagy esetleg éreztet veled. Ez a tükörszerű állapot, ez csak mozdulatlan, tiszta tudatot kíván. Semmi mást. Hogy te erre hogyan reagálsz, hogyan viszonzod ezeket az érzelmeket, az már a te dolgod. És van olyan, hogy energiaszegény állapotban vagyunk. Van olyan, hogy Úristen, most hozzám ne szóljon, te itt vagyok vele, együttérző vagyok, átérzem az összes hullámsávját itt a kis szívcsakrámban, de ne szóljon hozzá. Ne akarjon semmit. És akkor béke van. Na, ez az a zárás, ami mögött ott van az együttérzés, csak van egy kőkemény védelem. Ezen keresztül látsz, érzel, de nem akarsz megnyilvánulni, mert érzed, hogy az bizony kőkeményen dualisztikus lenne, ezt nem szeretnénk, mert inkább rombolna, semmint építene, és ez így nem jó. Amikor az ember egy nagyon komoly, magas tudatszinten, magas energiállapotban van, akkor tud egységes lenni. Amikor fáradt vagy, alacsony energiaszinten vagy, az elméd darabokra szedte az éberségedet, akkor vagyunk elképesztően szélsőségesek. Elképesztően ítélet ítéletalkotók, és érzed, hogy mondasz valamit, és biztos, hogy rossz. Teszel valamit, biztos, hogy árt. Amikor ezt a fajta energia szegénységet, éberség hiányt érezzük, akkor kell tényleg a nem mozdulóba visszatérni. Akkor ez tényleg olyan, mint egy kis periszkóp kín van a tenger hullámai fölött, de a hajó az lent van a mély, mert nem bírná a hullámokat. De az együttérzés akkor is működik. És ez az az utolsó kis pingelés, az utolsó híd, ami közted és a másik ember között megmarad, mert amíg ez megvan, addig a szeretett kapcsolatnak a magva is megvan, hogy amikor egy kicsit tisztább tudattal él az ember, több energiája van, akkor tényleg úgy tud reagálni, úgy tud kölcsönhatni, ahogy az emberhez méltó, ahogy ő is szeretné. De van, amikor nem tudunk energiát adni, mert olyan kevés van nekünk is. Van, amikor az érzelmeink darabokra vannak szakadva, a gondolataink ezer felé szét vannak szórva, de akkor is a pillanat ébersége maradjon meg, a másik ember felfogása maradjon meg, és akkor nem kell energiát adni, mert nincs. De ebből a felfogásból, az együttérzésből paradox módon nem újabb teher származik, hanem energia jön. Miért? Mert nem zártad le megmaradt a köldögzsinór közted és az univerzum között ebben az együttérző csak felfogó formában, és ez nagyon sok mindenen keresztül visz. Még a leggyengébb, legborzasztóbb állapotokban is. Nehogy azt hit hogy neked nem jön el. Jó párotok szeméből azt látom, hogy már hasonlót átéltetek. És ilyenkor nem szabad hibázni. Ilyenkor nem szabad meggondolatlanul cselekedni szeleburdi módon megszólalni, vagy bármi módon egy ilyen nagyon szélsőséges érzelmet kommunikálni, nem lesz jó. Nem azt fogod a másikban létrehozni, amit szeretnél, és magadban sem. Úgyhogy ilyenkor kell tényleg úgy befelé menni, hogy közben a külvilággal való kapcsolat, a másik emberre való figyelem megmarad, és ebből tudsz szépen újra töltekezni, illetve abból, hogy mint gyakorló szépen, a tanti ennek a legnagyobb kapcsolatát az univerzumra újra megteremted, újra éled. Az én gyakorlásommal elértem egyfajta stabil állapotot, ami most összeomlott. Örülök. Mert újra fogod építeni. Mint Bóthidarma a három kunyhóját. Aztán rájött, hogy egyikbe sem fog gyakorolni. Ez a stabilitás nagyon fontos, de az alapok még fontosabbak. Tehát milyen alapra építjük az egészet? Elárulom neked, és így nektek, hogy az életem első három évezen gyakorlattal az bizony nem volt túlságosan stabil. Főleg az első másfél év nem, és utána kezdett el így szép lassan stabilizálódni, de ahhoz meg kellett élnem azt, amit esetleg te most a szavaidból hallva mintha naponta kirántották volna a szőnyeget a talpam alól. Naponta a téves nézeteim téveseknek bizonyultak, Istennek legyen hála. És a realitás talajáig elérni, az egy kőkemény érzés, mert úgy érzed, hogy zuhansz. Itt nem zuhanás van, tisztulás van, de közben az önképek, világképek, stratégiák egyebek, ezek omlanak össze. És én ismerlek téged annyira, hogy ezt újra fogod építeni, szilárdabb alapra, helyesebben. Nem vagy vele egyedül, nagyon szívesen. Mindannyian átéljük önképünk és világképünk összeomlását, és így az újraépítést is. Ezért az építkezésért mi vagyunk a felelősek, mert nem magunkért építjük a világunkat, hanem egymásért és egymásnak. Kívánom azt, hogy minél többet és többször gyakoroljunk együtt, olyan minőségeket éljünk meg, amelyekért érdemes élni amelyeket érdemes másoknak felajánlani, és erre a legjobb út az, hogy folyamatosan törekszünk a felébredés elérésére és minden lény megszabadítására. Ekkor tudunk értelmet adni az életnek. Ekkor látjuk azt, hogy érdemes ezt az egészet csinálni. És akkor ezzel a tiszta tudattal megyünk tovább, és visszük tovább azt a karmát, amiket szeretnénk. És amit nem szeretnénk, azt pedig elhagyjuk, energiával alakítjuk, belátjuk öntermészet nélküliségét, és ezért így uralmi helyzetbe kerülhetünk, még a legkeményebb szokásainkon is, a legkeményebb tulajdonságainkon is. Mint ember, mint emberek, azt hiszem beláthatjuk, hogy nincs más út, mint a tudatosodás. A felébredés útja. És innentől kezdve jelentünk valami mást egymásnak, mint fogyasztók és ellátók, elkövetők és áldozatok, tanítók és tanítványok. Innentől kezdve járunk az úton együtt. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon komoly elhatározást, kitartást, beérkezést és mindennek fölajánlását egy másik érző lény részére. Grazie per affidiamo